Miskolcon nincs koronavírussal fertőzött személy, a városi intézmények pedig felkészültek a betegség megjelenésére. Verespál polgármester hangsúlyozta most a higiénia és a tájékoztatás a legfontosabb. Budapesten szerdán két iráni származású diák mintájából mutatták ki a fertőzést, őket elkülönítették és enyhe tüneteik vannak. Ezzel a vírus hivatalosan is megjelent az országban, emiatt egyre több szervezet óvintézkedéseket vezet be. Két fertőzött, 24 karanténba helyezett ember. A tegnap elindult weboldal a legfrissebb magyar adatokat is közli a koronavírussal kapcsolatosan. Miskolcon nincs megbetegedés, a város pedig felkészült. A hatóságok mindenkit arra kérnek, ha a vírusra utaló tüneteket tapasztal, mint a láz, gyengeség vagy légzési problémák, akkor ne menjen orvoshoz, inkább telefonáljon telefonon hívja fel a házi orvosát, és tartalmilag van hozzá egy checklist, amiből a házi orvos le fogja szűrni, úgymond, telefonon keresztül, hogy ez mennyire gyanús eset ilyen értelemben a koronavírusra. Ha esetlegesen a házi orvos úgy dönt, hogy ez gyanú beigazolódik, akkor természetesen ugye az egészségügyi ellátórendszeren keresztül a mentőszolgálat kimegy a helyszínre. A Földi Attila a TV stúdiójában arról beszélt, hogy a házi orvosokat már felkészítették a vírus megjelenésére. Veres Pál polgármester pedig kiemelte, hogy a városi készültség jelenleg a megelőzési fázisban van. A legfontosabb pedig a személyi higiénia és a tájékoztatás az a közös felelősségünk, tehát egyrészt intézményesített formában, figyeljünk oda, ahol több ember van, munkahely, intézmény, rendezvények, a másik pedig az egyéni figyelmeztetés, tehát hogy mindenki érezze át ennek a felelősségét, de pánikra abszolút nincsen ok. Ezen a térképen is jól látszik, hogy Miskolcon is környékén nincs koronavírusos beteg, Budapesten viszont két iráni származású egyetemista mintájából is kimutatták a fertőzést. A Miskolc Egyetem még február végén tájékoztatta hallgatóit egy levélben arról, hogy nincs tudomásuk fertőzött vagy gyanús szeméről. Az egyetemen sok külföldi diák is tanul, őket egy rendelet értelmében a kollégiumban ellenőrzik. A közösségi közlekedésben is óvintézkedéseket vezettek be, és a máv is felkészült. A MÁV péntek délutántól a nemzetközi járatokon dolgozó személyzetnek gumikesztyűt, készfertőtlenítő gélt és szájmaszkot is biztosít. A vasútársaság emellett arról tájékoztatott, hogy az ilyenkor szokásos általános protokoll szerint járnak el, vagyis naponta a mosdókat és a személykocsik ajtajait, kilincseit fertőtlenítik, és a folyékony szappanadagolókban fertőtlenítő fognak biztosítani. A koronavírus először Kínában jelent meg még tavaly decemberben. A vírus gyorsan terjed, már a legtöbb országban már van fertőzött beteg.